Hello, sziasztok! 2020. május 6. Kijárási korlátozásnak már két napja vége, ez itt Kaposvár. És 8:49 van, azaz még 3-4 óránk van, hogy vásároljunk a 65 pluszok előtt. Mert hát 8 előtt, meg 9 előtt még nincs itt egy-két bolca, ez érdekes. Iparkodni kell, meg időzíteni, meg gondolkodni. De megoldható. Egyébként meg viszont hideg van. Meg valami fergetegesen nagy forgalom, szóval nem is értem, hogy ez egy sima 67-es bevezető itt a 41-es kőnél. Ugye ott, a Supercafénál ott a 41-es kő. Hogy itt mi ez a hatalmas forgalom? 8:49-kor, ugye? Mert ha elmentél dolgozni, az már 8-kor bent vagy. Ez azért nem semmi. Ja, tényleg, hát mi? Hát az, amit én is csinálok, csak ugye mindenki egyesével autóval jön, mert hát szennyezzük a környezetet. Ja, leesett. Még 9-ig be kell szaladni mindenkinek a boltba. Maszkba, ugye? Mert ez a könnyítés, hogy vége a kijárási korlátozásnak vidéken. Kaposvár vidék, ugye? De kötelező maszkba lenni a boltba. Fantasztikus! Ennek sikerült elmennem egy jó pár kilométerrel arrébb lévő boltba maszk nélkül. Még jó, hogy eszembe jutott egy videó. Iratkozz fel, José, ugye, csatorna, hogy csinálj maszkot az alsógatyádból. Megoldottam, mert hát vissza nem mentem volna 10 km fölöslegesen, amikor egy ledönygurtniért kellett menni. Úgyhogy megoldottam. Hát az alsógatya nem kötelező, csak a maszk ennyi. Át lehet alakítani. Ja, meg a tömegközlekedésen is kötelező a maszk, hogy láttam, abba is várják a buszt. Ja, már jön a busz. Mindenki maszkba. Tiszta maszk mindenki, fantasztikus. Csak közben körül is kell nézni, mert ugye ez egy gyalog átkelő hely. Ó, hol van itt járda? Ugye azt még mindig nem értem, hogy mi ebben az enyhítés? Igazából mi? De tényleg mi az enyhítés? Mi az enyhítés? Mert dolgozni volt, eddig is ki tudtam menni, meg edzeni, máshol nem megyek, viszont most már kötelező a maszk. Hát tömegre föl nem ültem eddig se, az nem sokat változott, de hála ennek a könnyítésnek, így már sokkal szigorúbb, de most már, majd ahogy jön a nyár, nagyon remélem, addig nem találják ki, ez megint nem hír, hanem egy feltételezett vélemény, hogy mi lesz akkor, hogyha kötelező lesz a maszk. Esetleg talán lehet, szerintem. Ez összes szót tedd elé, szóval nem hír. Ha kötelező lenne mindenhol a maszk, 40 fokban nyárom, azért az oda cseszne rendesen. Mondjuk nem tudom az étterembe, ugye. Csak amíg eszel, az mennyi idő, vagy amíg beteszed a szádba az ételt, vagy hogy hogyan vagy. Szerintem kivitelezhetetlen. Mert amit főztek neked, oké, maszkba főzték, de megfogták. Egyébként nagyon örülök neki, mert a tavaszi influenza az nekem most kimaradt. Mert mindenki maszkba, meg kijárási korlátozás volt, meg kevesen voltak, meg mindenki vigyázott a másikra, így nem fertőződtem meg a sima szezonális cuccal, ami nálam minden évben megvan tavasszal. Hát most nem volt. Ezt a koronát meg nem tudom. Ha így megnézem, szerintem a sportolóinkat, már hogy az élsportolóinkat, úszóinkat, bármilyen sportákba az élsportolóinkat, egy erős szervezetre hogyan hat. Én arra lennék kíváncsi, hogy nekik is kötelező a maszk, ha boltba mennek. Nem tudom, hogyan megyünk nyaralni, én attól félek. Ez megint nem hír, csak félek egy kicsit, hogy hogyan megyünk nyaralni. Lassan odaérek a boltba, és gyorsan fölteszem a maszkot, és bevásárolok pár dolgot, ami kell, mert ugye autóval két dologért nem járok, mert végre nem szennyezik annyira a környezetet eddig. Hát most már igen, mert most már megint akkora forgalom van, hogy orvaszájban mindenki autóval jön. A másik az, hogy kell egy kicsit mozogni, mert ugye ez a két óra erőléti edzés, meg a két óra kardio edzés mellette kis aerob séta, egy-egy óra még az belefér. Mindenki meg tudja csinálni.
ez melyik filmben is volt? Dwayne Johnson mondta, azt hiszem, a eszembe nem fog jutni, hogy melyik filmbe. Egy 20 évig edzettem 6 órát minden nap, bárki meg tudja csinálni. Hát ez ilyen. Mindjárt ott vagyunk. Mindjárt bevásárolunk. Egyébként ez alatt a 2 nap alatt, ami inkább 4, mert már szombaton, amikor és eljön a káosz, nem akartam Elszabadul a pokol címet adni neki. Videómat szombaton forgattam és nézhetitek. Akkor már mintha megőrültek volna az emberek, és iszonyat volt ott a Tesco előtt. Szóval ez már 4 napja tart az iszonyatos forgalom. Érezni, hát nem olyan tiszta a levegő. Ez már a jó kis koszos kaposvári levegő. Pörögnek a motorok, füstölnek a dízelek, a benzinesek, okádják a szénhidrogéneket. Fantasztikus, olyan jó volt, de tényleg. Olyan tiszta volt a levegő. Annyival kevesebb tüdőbetegünk volt tünetekkel szerintem. Hát most megint ez a szúrós levegő van. Kezdődik. Kezdődik az élet. Ez az élet szerintem a sokkal jobb élet volt. Szerintem. Amikor mindenki szépen akkor ment ki, amikor dolgoznia kellett, sportolnia kellett, vagy bevásárolni. És fölöslegesen nem pörögtek így az autók, mert aki dolgozni megy, akkor is ment, ugye? Ja, hogy újraindult egy-két gyár, hát nem tudom. Egy kicsit, mintha nagyobb lenne a forgalom. Szerintem, hogyha megnézed azokat a videóimat, meg ezt. Na, túrjuk elő a maszkot, de jó fogok kinézni. Frenetikus a kinézet. Ez azért is jó, mert levegőt se kapok. Na, én beugrok vásárolni, ha megszakadna a videó, akkor meg, hát tudjátok. El se hiszem, de kijutottam. Hát fullasztó. Jaj, lyukas volt az óromnál, az tök jó, cseles. Cseles volt a maszkom. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi!